Hello, hello, szia, sok szeretettel üdvözöllek a mai speciális videóban. A mai nap a Web3 gaming világában fogunk elkalandozni, és a mai nap vendégünk is van, aki angolul fogja megtartani az előadását, és ketten ugye Kripto Anikóval, Pohanikóval fogjuk fordítani őt. Én Denkler Miklós vagyok, a Crypto Maestro, ha esetleg nem ismerni, ugye elhozzuk a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, Web3 újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet és a pénz evolúciónak a következő szintjéről, ugye, ami nem más, mint a kripto. Ugye mai nap, amit le fogunk fedni témát, az valójában a kripton belül is, ami, ahol jelenleg ugye azért még eléggé medvés a hangulat, elég rossz a piaci hangulat, és ugye mindenki további eséseket vár, és még csak reménykedünk, hogy a szeptember után már az október az tényleg bullis lesz, de addig is a Web3 és a gaming a játékok területén töretlen a fejlődés, jönnek létre értékek, és úgy tűnik, hogy ez a Web3 gaming iparág nem fog ezzel törődni. Úgyhogy csapjunk is bele, kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg a lájkot, ez ugye segíten a YouTube algoritmusát, hogy ezt a videót minél többen megnézzék. És ugye ezáltal terjed az az információ, amit itt megosztunk, és akkor ehhez kapcsolódik az, hogy ami ebben a videóban, illetve bármilyen formájában a csatornáinkon elhangzanak információk, az nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak. Ugye a mai előadásban kifejezetten egy iparággal is, azon belül is egy fantasztikus projekttel fogunk foglalkozni. Fontos, hogy ezt a projektet te is kutasd le, hogyha érdekel, és értelemszerűen bármennyi pénzt vagy vásárlást eszközölni bármiben, csak olyan összegben, ami ugye a saját pénzügyi helyzetednek megfelel. Ez nagyon-nagyon fontos. Bemutatom akkor nektek, itt van velünk az előadónk Dinos Bakalis, egyenesen Görögországból, a Rodosz szigetéről. Aki volt már Rodosz szigetén, az nagyon jól tudja, hogy milyen fantasztikus-e a rodoszi kolosszáris, ami ugye több ezer évre visszamenőleg egy történelmi emlék, és ugye az egész görög kultúrához nagyban kapcsolódik. Jó magam, aki jobban ismer, azt tudja, hogy nagy görög fan vagyok, jártam az összes görög szigeten, tanultam kint Athénba, a családomban a gyerekeket Jorgos Nikosznak hívják, és a kutyánkat meg Kostasznak, szóval teljes görög fan van. A görög zászló most nem hoztam föl, ide kellett volna hoznom mögém, de ott van lent a Jorgos apartmanban, ami ugye a házunk egy része. Welcome Dinos. I just introduce you shortly, and also that I'm a big Greek fan. My son's has Greek name, my dog has Greek name, and I was a student for more than 6 months in Athens at the University of Athens, and I visited almost all the islands. And I really like Rhodes, and I think many of our viewers also visited Rhodes at least once time. Amit még elmondanék, hogy ugye Dinos a Hive Collective Genius-nak az alapító tagja. A Hive az nem más, mint egy olyan közösség, amit ugye Oscar Martin ezzel ketten alapítottak, ami kifejezetten egy picit spirituálisan, picit nagyobb tudatossággal, jobban megnézve azon projekteket, hogy hol tudnak ők, illetve a velük együtt lévő közösségi tagok, mint én például, Anikó, illetve sok más értékes ember, hogy tud értéket teremteni, és ebben az iparágban leginkább a Web3 gaming területén valós dolgokkal úgy foglalkozni, hogy az az adott projektben is egy megfelelő érték jöjjön létre, és mi ehhez csatlakozva mi is jó projektekkel tudjunk foglalkozni. So, Dinos, I just introduced that what is the Hive's mission and what we are doing as you are supporting guys, one of the best web-free gaming projects, and we are doing it with collectively for all our benefits. So, we will translate everything, and I will switch to Aniko sometimes, and Aniko will switch me in the translation. But the floor is yours, and we are really happy that having you here. So please just start your presentation about Web3 gaming and everything that is connected to MetaPro and also your mission as a Hive founder.
So first of all, thank you for inviting me. Thank you both guys, Miklos and Aniko. I'm super excited to be here and be part of your call. Először ugye megköszönt, hogy meghívtuk őt, nekem is ugye Anikónak, hogy itt lehet, és hát ugye be tudja mutatni a Hive-ot, illetve magát azt, amivel foglalkoznak. We are in the business of the people, so the only way to succeed in this business is by creating strong relationships, strong partnerships around the world, and I'm very happy that I met you guys and that we are working together on this project. Well, mi az emberek bizniszében, a kapcsolatok üzletében vagyunk jelen, és ugye nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt lehet velünk, és ugye támogathat minket, a mi közösségünket abban, hogy ugye itt az emberi kapcsolatokban is tudjunk fejlődni, és ugye ezáltal jó dolgokkal tudjunk foglalkozni. So I will share my screen, so I can go... Okay, we see it clearly. Okay, that's good. And I'm gonna stop my video so we can focus on the presentation. Okay, so I'm here on behalf of Hive that I founded a few months ago with my partner Oscar Martinez, who unfortunately could not join the call, although he wanted to be here due to some family personal issues that he need to deal with. Jelenleg ugye én a Hive keretein belül vagyok itt, hogy bemutassam azt, amit jó pár hónapja megalapítottunk Oscar Martinezzel, aki jelenleg ugye családi elfoglaltság miatt nem tud sajnos itt lenni, pedig nagyon szeretett volna. We are involved in the blockchain industry for the last 7 years. Ugye több mint 7 éve már a blokklánc iparágon belül tevékenykedünk. And we realized that this is a totally new world. This is a new era. This is something really innovative. And there is a big need in the market to create an environment where people can be part and join this new industry in a safe and easy way. De felfedeztük azt, hogy ez egy teljesen új iparág, és hogy szüksége van arra, hogy az emberek könnyedén és egyszerű módon tudjanak ehhez csatlakozni, mert ugye időnként bonyolultnak és nehéznek tűnt így a blokklánc iparágba való betekintés. So Hive, which is inspired from the genius of the beehives, where all the bees are contributing to give value to the hive, is just a bridge that can lead somebody to the metaverse. De maga a Hive ugye az kaptárt jelent angolul, és ugye ezáltal egy olyan dolgot hoztak létre, ahol mindenki hozzá tud járulni ahhoz, hogy ugye az egész metaverzum és a Web3 fejlődhessen, mint ugye sok-sok méhecske, hogy a kaptárban ugye összegyűjti a mézet. So all the new projects that come to the market with great ideas, all of them, they need communities. And we are here to build those communities. De minden új projektnek, ami a piacra jön, szüksége van közösségnek, és mi, mint Hive, itt vagyunk azért, hogy ilyen közösségeket építsünk, és hozzájáruljunk a különböző Web3 és játékos közösségekhez. And we call it collective genius or collective intelligence because it's not just me and Oscar, but it's also you that you have, a great YouTube channel. It's also Aniko that is working very many years in the industry. And we want to connect with people like you guys so we can grow our community and give to our members valuable information, support, trainings, whatever they need in order to participate in this new era. Ugye kollektív intelligencián a jelszavunk, és ugye alatt azt értjük, hogy ugye közösen járulunk hozzá például ugye ilyen esetben ahhoz, hogy a mi YouTube csatornáinkon, a mi fórumainkon keresztül is erről a lehetőségekről, erről az iparágról oktatjuk az embereket, és ezáltal nő a közösség, és ugye ebben az új korszakban mi felkészülten tudunk részt venni. We decided to partnership with MetaPro because we were looking into the market for a strong partner that can take about all the technology
part that we need in order to build that community. Yeah, a Metaproval léptünk partnerségre, mert benne találtuk meg azt a projektet, illetve ők bennünk látták meg azt a lehetőséget, hogy egy elég erős háttérrel egymás technológiát támogatva tudjuk elérni a közösség építést. So there is a big transition going on right now from Web 2 to Web 3, and especially in gaming, this transition will create a very big, let's say, market in Web 3 that will be based on gaming. And there is a big potential, and Hive with MetaPro want to be part of that. Jelenleg egy nagy átmenetet figyelhetünk meg a Web 2-ről a Web 3-ra, ugye ezt most így külön nem fogom elmagyarázni, de több előadásban egyébként már elmagyaráztuk, hogy mi a különbség a Web 2 és a Web 3 között, és ugye maga ebben jelentős érték fog képződni ugye a Web 3 területén, és ugye a Hive a MetaPro-val közösen ugye ebben kíván részt venni. So why is this important for our members, for our community? It is important because when somebody decides to join a new project or be part of a new ecosystem or buy a service or a product or start a business, it's important to understand if the industry that this person is going into is growing or decreasing. Hogy miért is fontos ránéznünk, hogy most a Web3 iparágban mi történik? Ugye azért, mert hogyha egy személy csatlakozik ebbe az iparágba, ugye akár felhasználóként, akár ugye üzletileg, akkor ugye az első az, amit látnunk kell, hogy ez az iparág, ez most hanyatlik éppen, vagy növekszik. So, for example, if somebody decides to open a restaurant in an area that is full of restaurants, maybe it will not be a good idea because this market is already full. In our case, sorry, yes, Mr. Zay. Hogyha például valaki ugye egy éttermet kíván nyitni, egy olyan területen, ami ugye tele van már éttermek, ugye akkor az nem biztos, hogy egy jó ötlet, mert nem biztos, hogy ugye a maga annyi vendég lesz, ami ugye azt az éttermet is el tudja tartani. If somebody decides to support a startup that, for example, has a new idea about a mobile phone, we can realize that it's going to be a very competitive market because there are so many companies producing great phones, right? Yes. Szóval, hogyha egy új startup cég ugye például úgy dönt, hogy egy mobiltelefont akar létrehozni, hát akkor egy nagyon fel kell, hogy kösse a gatyáját, mert egy olyan piacon fogja magát találni, óriási a verseny, mert már most is rengeteg nagyszerű mobiltelefon elérhető. But if somebody decides to be part of a startup that is going into a blue ocean, and we call blue ocean a new market that not so many entrepreneurs are participating, then the possibilities to gain, to benefit from that are very big. De ugye valaki úgy dönt, hogy egy úgynevezett kék óceán területére evez, és a kék óceánban indul el. Ugye a kék óceán mit jelent, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a kék óceán egy olyan, hogy egy óriási lehetőség van, valami tényleg nagyon-nagyon új áttörő dolog, tengerni lehetőség van, viszont a szereplők száma még nagyon-nagyon kevés, ugye ezt hívják kék óceán effektusnak, és ugye ők kifejezetten ilyen területet kerestek, ahol ez a kék óceán effektus van, ahol óriási a lehetőség. És akkor Anikó, most átadom egy picit neked a következőt, jó? Okay. And MetaPro, with the technologies that they already have, with the marketplace they have, the game launcher, the wallet, the protocol for gamers, are actually moving, is a startup that is moving, is swimming into a blue ocean. MetaPro, azzal a MetaPro-nak ugye már minden le van fejlesztve, és ezzel ők segíteni akarnak különböző startupoknak ebben az nagy óceánban úszni. Ugye itt már megvan a market, a launcher, ugye a saját pénztárca, tehát hogy minden kész van, és ezekkel a technológiákkal szeretnének segíteni az új startupoknak. So MetaPro technology is actually a solution to make the transition from the traditional gaming to the metaverse and Web3 gaming. Tehát a MetaPro-nak ezek a protokoll, market, a tools, tehát hogy mondják a tools, Miklós? Különböző eszközök.
Különböző eszközök, igen, tehát a különböző eszközök, amik vannak, ezekkel szeretnék elsegíteni ugye a tradicionális játékiparból, a metaverse-be és a Web3-as játékiparba a cégeket. And let's see how actually MetaPro, what are the tools, what are the technologies that they have in place, and at the same time we will check who are the big players in each of the technology that MetaPro has developed. Itt láthatjátok ezen a képen, hogy ugye ami ezeket az eszközöket, ami már a MetaPro-nak van, és akkor most a Dinosz így összehasonlítja és elmondja, hogy melyik eszköz mire jó, és ebben az egész nagy óceánban milyen lehetőségek vannak. So first of all, MetaPro has its own non-custodial wallet. Tehát először is a MetaPro-nak ugye van a decentralizált pénztárcája, tehát ami ugye nálunk van, mivel nálunk vannak a seed phrase, a jelszava. And this is only one leg of the business, it's only one part of the ecosystem, the non-custodial wallet. And if you see here, our biggest competitor, for example, is MetaMask, that already has 21 million monthly users. Tehát a MetaMaskot biztosan ismeritek, és a MetaPro-nak is a valetje nagyon hasonló, és itt láthatjátok, hogy a MetaMasknak egyébként már 21 millió havi felhasználója van. And I'm showing here MetaMask, not because we are going to fight with MetaMask about the same target group. We are providing the same services to the market, and imagine that only 21 million are having a wallet of MetaMask. That means that there is millions or billions of other people that don't have yet a wallet, and we can provide them this solution. Azért mutattam MetaMaskot meg példának, mert ugyanilyen szolgáltatásokat nyújt a MetaPro wallet is, mint a MetaMask, és hogy még mennyi embernek nincsen ilyen pénztárcája. Tehát, hogy ezért várják azt, hogy a MetaPro-t is ugye többen fogják még használni, nem mint a pénztárcát. Another leg of MetaPro business is the tools for developers, for game developers. So those who are developing games, they are looking into platforms that can facilitate the development of a game. An example in the Web 2 is Steam games. Jó, tehát a másik, amit ugye a MetaPro kínál, ez a játékfejlesztőknek vannak ezek az eszközök, és a Steam Games-ről biztos hallottatok. A Steam Games-nél ugye van 31 millió felhasználó már. And Steam Games, they have 31 million users and 30 billion in revenue in 2022, but they are focused only in Web 2. Tehát ez a Steam Games, ugye 31 millió felhasználója van, 30 billió haszonra tettek szert 2022-ben, és ugye ők még csak a Web 2-ben vannak, tehát ők a Web 3 világban még nem szálltak be. És ők már 30 ezer játékot listáztak, csak a Web 2-ben. So somebody need to provide services like Steam for Web 3. And MetaPro has all the technology is needed to do that. Tehát, hogy valakinek segíteni kell majd a Steamnek, hogy ugye a Web 2-ből átjönni a Web 3-ra, és például a MetaPro-nak megvan az összes eszköze ehhez. A similar protocol like MetaPro has is Gala Games, and I believe that most of you know about Gala Games. A másik hasonló cég, mint a MetaPro, ilyen a Gala Games, amiről már biztosan sokat hallottatok. 1.3 monthly users, 1.3 million monthly users, they have nodes that like MetaPro has, they have 50,000 nodes, which the price is 92,500. And they started, the price of the node started, I think, with 800 or 500, I'm not sure. Tehát itt láthatjátok, hogy a Gala Games-nek ugye a havi felhasználói 1,3 millióan vannak. Itt is ugye nódokat lehetett vásárolni, itt összesen 50 ezer nód van. A nódnak a jelenlegi ára, én úgy tudom, hogy 96 ezer. 14 játék van nekik ugye fejlesztés alatt, tehát hogy igazából ebből csak 3 játék játszható. And they have only 14 games, and from them only the 3 games are ready to play. No, ezt már elmondtam. So I'm not saying that MetaPro is better than Gala, but I want here to show what is the potential market that we can reach by showing you another player in the market and how well they have done
the last 3 years. Of course, they are facing some challenges, etc., but that doesn't mean that the market is not there and is not waiting for a solid project to take over. Azt nem mondom, hogy most a Metapro jobb, mint a Gala Games, viszont azért szeretném nektek megmutatni, mert hogy erre van piac, tehát hogy látjátok, hogy a Gala Games mit tudott elérni. Okay, and let's see a marketplace that we have too. A competitor out there is OpenSea. Ugye a OpenSea marketplace biztos ismeritek, a Metapro-nak is ugye van egy ugyanilyen hasonló marketplace-e. Metapro marketplace has the same exact characteristics, like, you know, features like OpenSea marketplace. Tehát a Metapro ugyanúgy működik, mint az OpenSea-nek a marketplace-e. They have 2.5 million users already. Az OpenSea-nek ugye már 2,45 millió felhasználója van. The purpose of this slide was to help somebody understand what is the size of the market that Metapro is targeting. And like I said, this is a blue ocean, so there is space and room for all of them to succeed. Ezzel az ábrával azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy lássátok, hogy már ebben a Web3-as világban milyen lehetőségek vannak. Tehát, hogy a Metapro nagyon hasonló ugye az OpenSea, a MetaMask-hoz, és igazából a Metapro-nak meg vannak az összes eszközei, hogy segítse ezt a Web3-as metaverzum világot. So Metapro has all what is needed in order to become a unicorn, a startup that will reach 1 billion in capitalization, if they manage to deliver the solutions and the services that they are saying they have. Miklós, átadom neked vissza a szót, jó? Oké. Okay. Szóval Metapro fel van arra készülve, hogy ugye ebből a kék óceánból ugye a különböző szolgáltatásokat elkezdi a piacra vinni, és ugye amilyen van, abba a felhasználók ugye megtalálják ugye azt, amit a Web3-ban nyújtani tudnak ezek a projektek. And they have managed to come so far. They were working for 2 years and they have developed 90% of the platform only with the funds that they invested as founders. Ugye úgy, hogy már 2 éve működnek, és olyan messzire jutottak, hogy a 90% a fejlesztéseknek abból a pénzből készült el, amit ugye az alapítók bocsátottak a rendelkezésére, és nem vettek igénybe ugye külső segítséget, mint hitelek, vagy különböző ICO, vagy ugye kockázati tőkebefektetés. But in order to become a totally decentralized ecosystem and facilitate the interoperability of the NFTs, they need to have the index nodes. Ugye ahhoz, hogy tudják biztosítani az egész platform decentralizált működését, és ugye az átjárhatóságot a különböző blokkláncok között, ugye index nódokra van szükségük. So index nodes is a very important aspect, a very important part of Metapro ecosystem, and we have the possibility to become owners of index nodes. Az index nodok egy nagyon-nagyon fontos eleme a Metapro ekoszisztémának, ugye a működtetéséhez szükséges, és nekünk megvan a lehetőségünk arra, hogy ilyen index nódokat tulajdonoljunk. So actually an index node is a license that somebody can buy, a software that can be installed in somebody's computer, and owning an index node means that you are providing a very important service to the Metapro ecosystem, and for that service you are rewarded. De maga az index node az olyan, mint egy license, mint egy engedély, ami valójában ugye jogosultak vagyunk arra, hogy futtassunk egy szoftver, és ugye ennek a szoftvernek van kulcs jelentőség, mert ugye ez a szoftver validálja azokat a különböző tranzakciókat, amik ugye a háttérben lévő dolgok működéséhez szükséges, és ezért ugye a Metapro platform viszont jutalomban részesít minket, hogyha ezt a szoftvert futtatjuk, és ugye a nódokat ezáltal üzemeltetjük. So actually this is a way to participate in this startup
by holding an index node. And by holding an index node, you are contributing to the security of the system. You are contributing to the interoperability of the NFTs. You can vote and you can provide a very crucial service to the sustainability of all the ecosystem. Azzal, hogy az index nódot üzemeltetünk, akkor ugye hozzá tudunk járulni az, hogy a legkritikusabb pontja, ugye, hogy működtetjük az ekoszisztémát, ugye maga hozzájárunk az egész platform biztonságos működéséhez, az NFT átjárhatósága különböző blokkláncon, és ugye szavazni is tudunk. So an index node actually is a software license, like let's say like Microsoft software that you buy, you have in your ownership, and because of your participation and contribution to the ecosystem, you get rewarded with EMPRO tokens and with airdrops. Ahhoz, hogy ugye az index nódot tulajdonunk, az például nagyon hasonló, mint hogyha például van egy Microsoft valamilyen szoftverünk, amit futtatunk, és azt tudjuk ugye használni, teljesen jogosultak vagyunk. Itt viszont, mivel ugye az index nódhoz kapcsolódik egy szoftver, ami ugye részt vesz a rendszer üzemeltetésében, ezért ugye megkapjuk ezeket a jutalmakat EMPRO token formájában, és kapunk ugye más úgynevezett airdropokat is, amik ugye lehetnek NFT-k, adott esetben tokenek. Of course, I'm going to talk a little bit more about the tokenomics in the next slide. But here, somebody who decides to buy today an index node is going to buy it, the price changed a little bit, but it's going to buy it in 3,100, which is actually a discount of 900 BUSD because the price that will have the node when it goes live will be 4,000 BUSD. Természetesen fogok beszélni a tokenómiáról egy picivel később, viszont először nézzük meg ezt, hogy ezt a jutalom kalkulátort, ahol ugye látjuk, hogy jelenleg ugye már nem 2951 index nód, hanem ugye 3100 dollárba kerül az index nód, csak itt a prezentációban még nem sikerült update-elni. Viszont amikor odaérünk, hogy a nódok bekapcsolásra kerülnek, akkor ugye 4000 dollárba fog kerülni egy index nód. So as you can see here, and this is a reward estimator, a calculator that you can find in the application of MetaPro, the EMPRO tokens that the node will be rewarded will start from 128 when we start, and the more nodes that are going to be sold, the less the rewards are going to be. Ezt a kalkulátort te is tudod használni, ugye az EMPRO Lab weboldalán. Tudsz vele kalkulálgatni, és ugye itt azt látjuk, hogy amikor elindulnak a nódok, akkor a napi jutalom 128 EMPRO token lesz, és hogyha nőnek még továbbiakban az értékesített nódok, ezáltal a működő nódok száma, akkor ez a token mennyiség ugye csökken, mert mindig egy bizonyos napi token mennyiség kerül kiosztásra a nód üzemeltetők között, ugye cserébe az ő szolgáltatásokon, hogy futatják a szoftvert, és a szoftver elvégzi a megfelelő tranzakciókat. But of course, the more nodes that we're going to have live, the higher the estimated value of the EMPRO token is going to be. Ugye minél több nód fog élesben működni, ugye a becslésünk szerint annál többet fog érni egy EMPRO token, mert ugye a maga ugye többfelé kevesebb token kerül kiosztásra. And I will explain later why this happened. And one more observation is that the more nodes that we sell, or the more nodes that are sold, the higher the price of the node will be. So even if you buy today with 3,100, when we have 10,000 nodes in the market, the price is going to be 50,000 or 20,000. Ugye mindjárt megnézzük pontosan ezt a jutalom kalkulátort, viszont előtte leszögezném azt, hogy ugye ahogy egyre több nód van élesben működésbe állítva,
úgy maga ugye a nódára is emelkedik, szóval az, ami most 3100 dollárba kerül, az az induláskor 4000 dollárba fog kerülni, viszont hogyha elértük azt, hogy 10.000 nód működik a piacon, 10.000 nód dolgozik, akkor az ár az 15-20.000 dollár is lehet egy nód ára. And of course, besides the Empro tokens, that it will be you, the customer will be rewarded, and the increase of the value of the node. So you are buying a license, that the value of that license is growing, and you will be able to resell the license to somebody else. So only the license itself will gain value in the next months and years. Ugye mivel egy engedélyt veszünk, ugye valójában egy szoftvert, és annak ugye az engedélyt veszünk meg, hogy ezt működtethessük, ennek ugye az előrejelzettek szerint megy fel az ára, mert ugye egyre magasabb áron kerülnek értékesítésre. Ezáltal ugye a mi nódunknak, a mi engedélyünknek is ezáltal megy fel az ára, és ugye lehetőségünk van arra, hogy későbbiekben ezt a nódot értékesítsük a piac téren, hogyha úgy döntünk. And of course, besides the value of the license and the Empro rewards token that you're going to be rewarded, there are going to be also airdrops in NFTs, which can be collectibles, it can be in-game benefits, or they can have utility. But those NFTs, and we already that have nodes, we already receive an NFT like this, can be a loan, a huge value that is coming for free as a gift to the note holder. Okay, maybe the next, please make it shorter, then I can translate it better. Yes, okay, right. Azon kívül, hogy ugye a nódok üzemeltetésért megkapjuk a jutalmat Empro tokenben, ugye kapunk különböző NFT-ket is, amik lehetnek ugye különböző fajták, lehet collectibles, ami ugye például egy gyűjtemény, gyűjtjük, lehet játékon belüli eszközök, amiknek ugye a különböző játékokban van értéke, és ugye értékesíthető a Metapro piac terén, vagy például különböző utility, azaz valamilyen felhasználhatóság is kapcsolódhat azon NFT-khez, és ugye ezt azon felül kapjuk, hogy ugye megkapjuk a nódok üzemeltetéséért a napi Empro token jutalmat. And let's see how this works. I mean, let's talk about the tokenomics, the distributions, and what are the tools that Metapro is going to use in order to support the value of the token. Okay, akkor menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy hogyan néz ki a tokenomics, hogyan néz ki az elosztás, és mik azok az eszközök, ami vel a Metapro ugye támogatja maga a token használatot, és értelemszerűen ugye ezáltal az ára is, hogyha van rá igény használatban, ugye az ára is jó irányban tud mozdulni. So first of all, the total supply is going to be 500 million tokens. Ugye az összes kínálat, ami ugye kibocsátásra kerülhet, az 500 millió darab Empro token lesz. And the note holders are going to receive 40% of that amount, which means 200 million of Empro tokens will go only to the note holders. Ugye ennek a token kínálatnak a 40%-a a node tulajdonosokhoz fog menni, és ugye ők kapják meg jutalom formájában ezt az Empro token mennyiséget. And it's important to mention here that we are talking about a utility token. Empro is an utility token. És ugye itt fontos leszögeznünk, hogy egy utility tokenről beszélünk, aminek ugye van felhasználhatósága a platformon belül. So everything that is going to be happening in the Metapro ecosystem, either somebody want to buy an index node, or somebody want to buy an NFT, or somebody want to use tools that Metapro is providing, they need to buy Empro tokens. Ugye az, hogy utility tokenről van szó, szóval ugye annyit jelent például, hogyha valaki későbbiekben majd nódot akar venni, vagy éppen egy NFT-t szeretne venni, vagy bármilyen más formában interaktál a platformon, akkor szüksége lesz Empro tokenre, és azzal fogja tudni ezt megtenni a különböző interakciókat. Everything that will happen in the wallet, all the swaps, the trades,
The everything will run with the EMPRO token. That means that this will create demand for the token. Ugye minden, ami a platformon belül, például valeten belül történik a tranzakciókkal kapcsolatban, mindenhez EMPRO tokenre lesz szükség, és ugye ez egy keresletet fog generálni az EMPRO tokenek iránt. And there are going to be also reasons to hold the token because it will allow you, the holder, to test games, to participate in the affiliation system, to have early access to collections, and that will give more reasons to the members to hold the EMPRO token. Mm-hmm. És ugye még lesznek külön előnyök is, hogyha tartjuk az EMPRO token, például ugye korai hozzáférés kapunk a kollekcióhoz, mielőtt ugye a nagyobb tömegek tesztelhetünk játékokat, mielőtt élesbe kijönnek, és ugye maga a különböző rendszerekben részt véve ugyanúgy még további EMPRO tokenhez jutunk. So for me here, this is the most important slide, because first of all, numbers never lies, okay? The numbers are telling always the truth. And here what you see are accurate numbers. Ugye nekem ez a legfontosabb, ez a táblázat, mert ugye itt számok vannak, és ugye a számok pontosak, és a számok ugye soha nem hazudnak. We know exactly how many EMPRO tokens are going to circulating at every month after the moment we go live. De pontosan meg tudjuk azt becsülni, pontosan ki tudjuk számolni, hogy melyik hónapban mennyi EMPRO token lesz forgalomban, mivel ugye ahogy a nódok működnek, és életben vannak állítva, ugye a napi EMPRO token kibocsátás valójában a nód tulajdonosoknál jelenik meg, ezért ugye pontosan kiszámítható, hogy mikor mennyi EMPRO token lesz forgalomban. And of course, for me, I will speak about myself, that I bought a few licenses for myself. I know that I will be rewarded in EMPRO tokens. So my concern is to understand, sorry, Miklós. Okay, no problem. Szóval a saját szempontomból beszélni fogok arról, hogy ugye én vettem jó pár licenszt, és ugye pontosan saját magamra is ki tudom számolni, meg tudok kalkulálni, hogy ez nekem milyen és milyen mennyiségű, és adott esetben milyen értékű EMPRO token jutalmat fog generálni. So I spend money to buy a license, and I'm using my computer power to support the MetaPro ecosystem. And MetaPro ecosystem will reward me in EMPRO tokens. Ugye én a pénzemből vettem Node license, ugye, és ezt a szoftvert működtetni fogom azért, hogy az EMPRO token, illetve a MetaPro ökoszisztéma tudjon megfelelően működni, és ezért ugye a MetaPro-tól az EMPRO token fogom megkapni. So when I make my calculations to understand if the EMPRO token that I will receive will have good value, the only thing that I needed to figure out is how much is going to be the supply, and then understand what is the demand that we need in order to help the value of the token grow. Ugye, hogyha ebben kalkulálom azt, hogy mennyi lesz a kínálat, az elérhető EMPRO token kínálat a piacon, én ugye tudni fogom, hogy abból én mennyit kapok minden nap. És a másik, hogy ugye megbecsülni azt a keresletet, ami ugye az EMPRO token irányában jön, és ami ugye az árára is hatással lehet, illetve van. So after 6 months, they're going to be circulating total 51 million EMPRO tokens. Ugye 6 hónap után összesen ez az 51 millió darab EMPRO token lesz, ami ugye elérhető a piacon. This is going to be the total supply, all the tokens that will exist in the market. Ugye ez lesz az a teljes kínálat, ami abban a pillanatban elérhető a piacon, ugye a többi még nincs kimintelve, csak ez a token mennyiség érhető el maximum a piacon. And I know that all the ecosystem is working with EMPRO tokens. So whatever somebody want to buy from MetaPro need to buy EMPRO tokens. És én tudom azt, hogy a MetaPro ökoszisztémában mindenhez EMPRO tokenhez lesz szükség, és ha bárki bármit szeretne csinálni, akkor ugye szüksége lesz, hogy vásároljon EMPRO token.
So whatever demand we create higher than 5-10 million will increase the value of the token to one or maybe $5. Ugye az a mennyiség, hogyha mondjuk egy 5-10 vagy adott esetben még magasabb millió darab számú kínálat kereslet keletkezik a tokenek iránk az MPRO Metapro platform használata miatt, ugye ez emelheti a token árát akár $0.5, $1, vagy ugye $5 is. Ugye itt, amit látok egyébként, hogy a 2 millió, 5 millió, 25 millió, ez ugye az a kereslet mennyiség, ami a platform használatához szükséges mennyiség, és egy kalkuláció ugye fölül a lila mezőben, hogy ez milyen árat eredményezhet. So for me, I understand if I check, if I go to CoinMarketCap and I check the capitalization of the top 100 projects, I see that having 51 million in capitalization is not such a big deal. Ugye, hogyha most bezárnám a CoinGecko-t vagy a CoinMarketCap-et, és csak megnézném az egyes projekteket, hogy mennyi az elérhető kínálat, akkor azt látnám, hogy az 51 millió darab, ez nem egy olyan nagy szám. So the most important part here for me is that I'm not receiving a token that I have no contribution and I cannot do anything to help the value of the token. Ugye, ami fontos, hogy ugye a tokennel kapcsolatos kölcsönhatás, hogy ugye én egy olyan tokent kapok, ami ugye nálam képződik meg, kapcsolódok hozzá, és ugye a piacon a kereslet megképződik, és ugye én vagyok közte a token létrejötte, és ugye a keresletben való részvételek között. Because only the volume that will Hive create from selling the nodes can be more than enough to support the value and not only support but help the value of the token increase. De akár, hogyha csak egy felhasználási területet nézünk meg a tokennek, például az, hogy a nód vásárlásához tokenre van szükség, és ugye a nód vásárlásokat a Hive csapata fogja indukálni, akár csak ez az egy dolog, hogy a Hive értékesíti a nódokat, és ugye ehhez szükség van EPRO tokenre, már ez is önmagában részt vett abban, hogy megemelje a token árát a kereslet miatt. And of course, Metapro has a very good experience in the market because the previous project that they brought to the market was CoinSwap, a decentralized exchange. So they know all the tools that they need in order to support the value of the token. Ugye a maga a Metapro piacra vitele kapcsán nagyon jók az esélyek, mert ugye a csapat, aki a Metapro-t fejleszti, már vitt piacra egy projektet, amit CoinSwap-nak hívunk, és ugye a CoinSwap nagyon-nagyon sikeresen működik, egyébként lehet, hogy többen is használtok, mert szerintem már beszéltünk róla a csatornán. És ugye ezáltal ugye a Metapro kapcsán már van tapasztalatuk, hogy mint egy kriptoprojektet hogyan kell piacra vinni. So, first of all, the burning mechanism. All the money, all the EMPRO tokens that Metapro will collect from the sales of the nodes will go to a treasury. That means that in total, 150 million EMPRO tokens will go out of the market. So the supply will decrease. Okay, just let me ask that all these collected tokens will be burned. If we will decide if we burn or if we will reward the node holders with those tokens. Okay. So maga, ami a Metapro ökoszisztémában bármilyen szolgáltatásért ki lesz fizetve token, az be fog érkezni a treasury-ben. Ez ugye kalkuláció szerint 150 millió darab token lesz így összességében. És ezt követően ugye akik szavazati joggal rendelkeznek, mint például mi, ugye a nód tulajdonosok, mi fogjuk eldönteni, hogy mi legyen vele, hogy elégessük, és ugye ezáltal mehet föl a token ára,
vagy pedig például felhasználjuk jutalmazásra, akár ugye a nódot üzemeltetők körében. Farming and staking are great tools that are waiting to be used if it's needed. Ugye maga a farmolás és a stakerés ez egy jó lehetőség, ugye, amit tudunk arra használni, ha például arra az átmeneti időre, amikor például a tokent tartjuk. És of course, ezzel is gyarapítjuk. The listings in centralized exchanges. Ugye maga a listázása az MCO tokennek a centralizált tőzsdéken. And last but not least, the marketing part with strong partnerships, campaigns, influencers from the side of MetaPro and from our side, the growth of the community. És ugye maga a piacra menetelkor ugye a marketing mind a MetaPro által, mind ugye a Hive által, illetve a Hive-ban résztvevő személyek által így ugye általunk is megtörténik. So, to conclude and summarize, when we started with as Hive to promote the nodes and partner with MetaPro, we said that we will go under a mission to sell the 1,950 nodes by the end of September. And for that reason, we decided to support our community and give them extra benefits or extra reasons to buy the node during September. So, yeah. Sorry, Miklós, sorry. Okay. Ugye amikor eldöntöttük azt a küldetést, hogy a 1950 darab nódot itt a Hive-nál ugye mi értékesítünk, és ugye akkor kerülnek a nódok bekapcsolásra, akkor mi ezt a szeptember végi dátumot tűztük ki, és ahhoz, hogy ezt a küldetésünket alá tudjuk támasztani, illetve hogy elérhető közelségbe tudjuk hozni, döntöttünk egy promócióról, amiről ugye itt mindjárt mondok pár szót még. So why buy a node today? Hogy miért vegyünk egy nódot a mai nap? First of all, because you buy the node in a discount price, maybe it's 30% less. Például azért, hogy ugye a nódot egy kedvezőbb áron, például 30%-kal olcsóban tudjuk megvenni, ugye nem 4000 dollárért, mint az induláskor, hanem ugye jelenleg 3100 dollárért, ami ugye körülbelül ez a 30%-os kedvezmény. Second, the note holder is going to benefit from day one and collect more rewards. And what does it mean? More rewards means that you have more time before the bull market comes to collect more and more and more MPRO tokens and maybe sell on the right time and make a very good trade for yourself. Ugye a második az az, hogy ugye már az első naptól, amikor elindulnak a nódok, akkor a mi nódunk már tud termelni MPRO tokeneket, tudjuk gyűjteni az MPRO tokeneket, és jó eséllyel akkor úgy megyünk bele a következő Bika piacban, hogy már rendelkezünk egy nagyobb mennyiségű MPRO tokennel, mert ugye a nódok már termeltek, és akkor tudunk egy jó döntést hozni, hogy egy magasabb áron értékesítsük, ugye, hogyha ez a Bika piacba hát csúsztunk. And on top of that, you're going to receive 1,000 MPRO tokens, which can be maybe if the value of the token will go to $1 or $2, then you're going to, receive the note maybe for 50% or 40% of the price. Ugye a harmadik, ami ugye ezen felül van, és ugye ez a Hive-nak a promóciója extra, az az, hogyha vásárolunk egy nódot, akkor kapunk 1000 darab MPRO tokent. És hogyha az MPRO token ára lesz mondjuk 1 dollár, akkor ugye az 2000 dollárnyit ér majd. És hogyha azt most néznénk, akkor ugye adott esetben a 2000 dollárral több mint 50%-os kedvezménnyel tudjuk megvenni a mai nap a nódot, szóval így is érdemes erre tekinteni. Just before I close the presentation, I want to address a disclaimer that, as I explained many times during the presentation, what you heard is not, any kind of investment proposal, or is not, any kind of a security that is promising APYs or is promising, profits. This is a software. Okay.
Mielőtt ugye tovább menjünk, még szeretném ezt a nyilatkozatot elmondani, hogy egyértelmű legyen, hogy amiről itt beszéltünk, ez nem egy befektetési program, nem egy befektetési termék, nem egy értékpapír, ami ugye fix különböző százalékokat ígér, hanem ez valójában ugye ez egy szoftver. So MetaPro Index Node is a software, a license that can allow you to participate in MetaPro ecosystem, provide a service, and for that service you will be rewarded. De maga az Index Node, amit megvásárolunk, az egy license, az egy engedély, amivel jogosultá válunk arra, hogy futtassuk a szoftvert, úgyhogy kaptunk egy engedélyt, megkaptuk egy szoftvert, és ugye ennek a szoftvernek a futtatásával részt veszünk a MetaPro ökoszisztéma működtetésébe, és ezért jutalmat kapunk. So I'm not an investment consultant. I am a person who is really, you know, passionate about blockchain, and my purpose is to support those who want to join the metaverse or the blockchain area and benefit out from it. De én nem egy befektetési tanácsadó vagyok. Én egy olyan személy vagyok, aki ugye a blokklánc iparágban van, és azzal, hogy amit ugye itt mi teszünk, és amire ugye használjuk ezt az indexnódot, az az, hogy támogatjuk ugye ezt az iparágat, illetve részt veszünk a működésében. And I think it's a really brilliant way to participate by being part of an ecosystem that will grow as the market of blockchain or crypto is growing. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy részt tudunk venni egy olyan ökoszisztémába, ami ugye a blokkláncon belül is még jobban növekszik, és ugye ahhoz ez növekszik, mi is együtt növekszünk az iparággal, mert ugye részesei vagyunk. At the end, I think it's about taking the right decision at the correct time, at the correct moment. Én azt gondolom, így a vége felé érkezve, hogy ugye az, hogy egy jó időben hozzunk egy jó döntést ugye az információ birtokában. And secondly, do it with the right people. A második meg ugye azt, hogy a megfelelő emberekkel tegyük ezt meg egy jó csapatban. And I believe that in this case everything is there. I think that MetaPro is a great project. I think that the moment is perfect because we are, you know, just starting the bull market. And you guys have two people who are, you know, really deep into the technology. They understand the business. They understand blockchain. And they are here to support you, Miklos and Aniko. Maga azért vagyunk a legjobb időben, mert éppen még a Vika piac kezdetén vagyunk, ugye az egész még csak most fog elkezdődni. Van egy fantasztikus projekt, a MetaPro, ami ugye már rengeteg fejlesztés letett az asztalra, és úgy megy piacra, hogy ugye ezek a fejlesztések már mind elkészültek, és ezáltal sokkal gyorsabban tud növekedni majd. A harmadik pedig az, hogy ugye itt van egy fantasztikus csapat, olyan emberek, mint Anikó és ugye mi a Kriptománcban, akik a közösséget ugye ebben segítik, eljutatják az információkat, és ugye együtt folyamatosan fejlődünk ezen területeken is, segítjük a közösséget működni ezen belül, és tanulni, informálódni. So that's all from my side. Thank you for inviting me. Köszönöm szépen, ennyi volt így részemről, köszönöm, hogy meghívtatok. So, thank you, Dinos. I just want to ask our audience that if somebody has a question, then I think we can respond this question. So, jelenleg lehetőség van akkor kérdezni, szóval bátran adjál magadra hangot, vagy írd be a chatbe, hogy olyan kérdésed van, használjuk, hogy itt van Dinos, és kérdezzetek bátran, akkor is, hogyha valami esetleg nem volt egyértelmű, vagy megfogalmazódott bármilyen kérdés bennetek, úgyhogy bátran kérdezzetek, addig lehet, hogy én kérdezek egyet. So, Dinos, I have a question that this special promotion, this 1000 AMPRO token, is until end of September, or it's until that we reach the 1950 nodes? No, this promotion is only
until the end of September. And the reason is because we want to finish the 1,150 and go live beginning of October. Okay. Ugye azt kérdeztem, hogy ez a promóció, ez most csak szeptember végéig van, vagy pedig mindaddig, amíg el nem érjük az 1950 nódot így, hogy élesbe tudjon menni a rendszer, és azt mondta erre Dinosz, hogy ez szeptember végéig van, addig el fogjuk érni az 1950 nódot. Egyébként ez pont az elmúlt héten nagyon meg is ugrott, de erről majd Anikó lehet, hogy mond itt pár szót. És hogy be tudjuk október elejétől indítani a nódokat, és a rewardok ugye érkezzenek. Szóval azt gondolom egyébként így, hogy ez tök jó, aki most van itt, mert ugye a közelebb van az induláshoz, és sokkal izgalmasabb ilyenkor már nódot veri, persze egy picivel drágább, de hát ugye ez a korai, a korán érkezetteknek a kíváncsiság, hogy ők még tudtak olcsóban venni nódokat, de ugye azt is vegyük figyelembe, hogy decemberben megvédelejább lesz, amikor ugye már javában üzemelnek a nódok. Jó, jöhetnek bátran a kérdések, esetleg Anikó, ha neked van, vagy a te csoportodtól érkezett kérdés, azt is tegyük föl, illetve, hogyha erről referálne, hogy akkor ugye megugrottak ezek a nódok, ugye, hogy mi okozta ezt, hogyha van erre infónk. Igen, lettek új sales advisorok, tehát van, aki jöttek a csapatba, és múlt héten volt, hogy egy nap 54 nód is elment. Úgyhogy ettől így megugrott, de most frissítettem egyébként, és már csak 14 darab van ezen az áron, a 3100-ason, és akkor ugye a következő a 150 dollárra már több lesz. Na hát szuper. Okay, so just Aniko told that we have new sales advisors, and that is why new community members getting in, and this is why that was this huge sale last week, and also just we have 14 notes left in this 3100 price, so we should really hurry up if we want to buy cheaper notes. I think at the end of today they will be gone. Oh, they will be gone. Ugye azt mondja Dinosz, hogy a mai nap végére el fognak fogyni ezek a 3100-as tónok. Biztos tud valamit, úgyhogy akkor... So we have few hours left, 4 hours left or so. Okay, ha nem jött plusz kérdés, akkor semmi baj. Annyi, hogy megmutatom a Telegram csatornát, ahol tudtok jönni. Ide bátran gyertek a Telegramra. Itt mutatom Cryptominds MetaPro, a linkje ugye ott lesz a leírásban, illetve most szerintem beteszem ide a chatbe is, hogy aki itt van a híváson, már ő is tudjon jönni, illetve ugye Anikónak is van egy Facebook csoportja, én azt gondolom mind a kettőben érdemes bent lenni, úgyhogy gyertek bátran. Én mondjuk inkább a Telegramon vagyok itt jelen, de csatlakozzatok bátran. Ugye ezt ki fogjuk küldeni egyébként a feliratkozottaknak e-mailen is, úgyhogy azt gondolom, hogy a szokásos ugye a videóink alatti webinár feliratkozáson, ha feliratkoztok, akkor meg fogjátok kapni ezt pluszban még egy kis szöveggel is. Jó. Akkor, hogyha nem jött plusz kérdés, akkor ennyi volt így a mai kis előadásunk. Köszönjük szépen a részvételt. Valószínű, hogy a jövőben fogunk többször jönni. Nekem nagyon tetszik, ahogy Dinosz és Oszkár beszél erről az egészről. Ugye nem annyira kriptos nyelven beszélnek, mint én. Ezért ugye azt gondolom, hogy erre is szükség van, mert bizonyos dolgok érthetőbbek, mint hogyha csak én beszélnék róla. Úgyhogy meg fogjuk őket még hívni más alkalommal is, és hát az is lehet, hogy a következő alkalom már akkor lesz, amikor beindultak az indexnódok, és akkor ugye már be tudunk számolni a rewardokról is. So, Dinosz, thank you for having you here, and just I told to our community that next time also we're going to invite you, maybe when we have the nodes live and running, and then also we can share our experience that what are the rewards and how is the demand going for the tokens. So thank you for being here, and then see you in the next videos, and also in the daily course that you are doing in English. Thank you guys, it was a pleasure,
And yes, I agree. Let's meet again as soon as we're going to be live so we can share the experience of the rewards and, you know, see, monitor the market and see how our token is performing. Igen, szóval köszönjük, hogy itt lehetett, és hát a támogatja azt, hogy akkor csináljunk hasonló hívásokat, hasonló videókat, és nézzük azt, hogy ugye a nódok már élesben mozognak, élesben mennek, és ugye ezáltal hogyan tudjuk támogatni ugye az Emperor Token meg az egész ökoszisztémát. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönjük, hogy megnyomtátok azt a kövér lájkot, hogyha van rá lehetőség, adják kérlek magadra kamerát, és egy ilyen integetős képen búcsúzunk el, hogyha megoldható. Ha nem, mert éppen az zuhany alatt vagy, akkor nem kell bekapcsolni a kamerát, de egyébként szeretem, ha be van kapcsolva a kamera, mert legalább látunk titeket. Úgyhogy akkor a legjobbakat mindenkinek, fantasztikus estét, és azt gondolom, hogy a MetaPro-val így a Web3 gaming területén az egyik legjobb helyen vagyunk. Én úgy látom, hogy ez a projekt az, ami minden területen fejlesztett, és a fejlesztések kész vannak, már csak be kell indítani, és a felhasználókat behozni tömegesen. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, sziasztok, hello, hello. Sziasztok. Bye, guys. Bye-bye. Sziasztok.